Ilyen forma és vívó gyakorlatokkal vette kezdetét a 6. Nyíregyházi Magyar Kar napja. Az országos rendezvénysorozat 2013-ban indult, megyeszékhelyünk 2014-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. Ennek célja a magyar katonai vívó hagyomány megőrzése, valamint a víváshoz kapcsolódó katonai és civil emléktárgyak, dokumentumok, felszerelések és a borsodi gyakorlatok bemutatása akár a fiatalabb generációnak is. Amikor elindult a vívóiskolánk 6 évvel ezelőtt, jó részt még felnőttek jöttek le. Most a tanítványok 80%-a fiatal, tehát 12 évestől a gimnázium végéig bezárulak. Tehát abszolút kifiatalodott a Simonyi vívóiskola. Azonban a fiatalok közül sem lehet bárkiből jó vívó. Aki magyar szívű és magyar lelkületű, akinek magyar gondolatai vannak, aki átéli a magyarságát és megéli a szabjavívásban, én azt gondolom, hogy azokból lesz igazán jó vívó, akik magyar szívvel vívnak. A kar csak egy eszköz. Az idei ünnepség középpontjában jekelfalusi Piller György kétszeres kardvívó olimpiai bajnok születésének 120. évfordulója állt. A felsőtárkányi edző emellett 6-szoros Európa-bajnok, törvívásban pedig 12-szeres magyar bajnok volt. Ő volt a magyar kardválogatottnak a szövetségi kapitánya, ez majdnem 20 évig volt, ha jól emlékszem. A magyar kardválogatottat nem győzték le sose. Tehát amikor a magyar kardválogatott elindult bármiféle világversenyen, mindig aranyat hozott haza. A 6. Nyíregyházi Magyar Kard napja koszorúzással és könyvbemutatóval zárult április 26-án.